Tán én nem tudnék írni mindig jó verseket, de szívem főerénye az ember szeretet. Ifjú lánya a vintén. Valóban. Kedves kikerült, már pedig, ha mindig csak jót írok, miért nem jelensz meg a világ? Mivé lennének úgy a szegény kritikusok? Jözte, jözte, várnak régi jó barátaim. Időnként valamicske, ezeknek is csak kárt. Föl a kék ég, ők a fák zúgásán, hogy gyönyörte fognak. Fölgy is meg a beteg hajt. Rágodjanak szerintek, most csak én is kapják. Hiszen, ha nem csalódom, tán ők is emberek. Haldoktalan voltam, de csak a teljes életem. Úgy rág a beteg szólalvány, csak én is kapják. Úgy rág a beteg szólalvány, csak én is kapják. Szeretném itt hagyni a fényes világot, amelyen oly sok sötét foltot látok. Szeretném Jó reggelt kívánok, Pirkadat, Jazz Pirkadat, Gaja Ferenc vagyok, és a beszélgető partnerem pedig Orbai Lila, jazz énekes, nő, művésznő, előadó művész, zongorista. Köszönöm szépen, hogy jöttél. Jó reggelt, én is köszönöm, hogy itt lehetek. Ez egy érdekes felvétel volt, és azt hiszem, hogy ez egy az újonnan megjelent lemezedről az egyik zeneszám, és annak egy klip változata. Az egész nagy lemez ilyesmi? Milyen zene ez? Jazz ez? Vagy mire gondolta költő? Nagyon, nagyon vegyes egyébként a repertoárunk, mert ugye többen is írunk számokat a zenekarból. Trombitásnak is van egy száma a lemezen, meg a gitárosnak is, de igazából főleg mi ketten, Koszanál Izabellával írjuk a dalokat. Nehéz egyébként behatárolni, hogy pontosan ez milyen stílus. Mi azt szoktuk mondani, hogy világzene jazzzel fűszerezve. Mm. Mert azért az improvizáció az mindig mindegyik számunkban nagyon meghatározó és nagyon fontos. Viszont valamelyik számunk az kortársabb, valamelyik pedig ilyen sanzonosabb érzetű. És igazából hogy a hangszerelés, hangszerfelosztás miatt mondjuk azt, hogy világzene. Említetted itt a szerző, kik játszanak a lemezen, és kik a szerzők összességében? A legtöbb dal egyébként Izabella alapötlete volt, nekem is vannak rajta számaim, de mi ketten, ugye Koszanál Izabella, Sebestyén Patrik, trombitás, Stummer Márton gitározik, Horváth Áron cimbalmozik, Vitó János harmonikázik, és Gyányi Tamás bőgőzik rajta. Ez majdnem, nem olyan régen hallottam a kvártettedet is, ez majdnem kicsit átfedés, az vett tiszta jazz, az nagyon, nagyon jó kis zene. Köszönöm. A te olvasatodban az mit jelent, hogy világzene? Hát van például egy dal a lemezen, ami kicsit ilyen román hangulatú. Népzenés, tovább.
román stílusú, és ezért gondoljuk azt, hogy vannak ilyen népi elemek, igen, is a számainkban, vannak balkán elemek, és tulajdonképpen a hangszerfelosztás miatt, hogy ugye cimbalom is van, meg harmonika. Igen. A hölgyet Kosonel, jól mondom. Kosonel Izabel. Igen, Izabel. Itt küzdöttem a kiejtéssel a műsor előtt, de akkor ez így a francia számozásról jól tudom. Francia szakértő hölgyet meg is kérdeztük, és rábólintott, igen, hogy úgy kell ejteni. Őt, vele hogy találkoztál? Hogy találtad őt meg, vagy hogy... Vele a Bartók Béla konzervatóriumban találkoztunk, azt hiszem 2020-ban. Én akkor egyel fölötte jártam, OK-s jazzének szakra, és igazából egy házi buliban barátkoztunk össze, és felmerült az ötlet, hogy alkossunk valamit közösen. És ugye a konzervatóriumban ott minden fél évente vannak ilyen bemutató koncertek, és akkor felmerült, hogy csináljunk valamit közösen. És ebből egy olyan jó munka folyamat indult, egy született, hogy ezt nem akartuk így megszakítani, hanem pont, hogy nagyon-nagyon inspiráltak lettünk így egymás által, és kezdetben nagyon nehezen döntöttük el, hogy tulajdonképpen milyen irányba is induljunk el, vagy hogyan kezdjünk el közösen alkotni, mert azért más zenei környezetből jöttünk így össze, de elkezdtünk alkotni, és elkezdtünk saját számokat írni, amiben mindketten ki tudunk teljesedni, és hát ez a lemez született, ez a második lemezünk. Tehát az, hogy két hölgy egy csárdába megfér, ez bizonyítja. Amúgy barátok is vagytok? Vagy igen, jó, tehát így kezdtünk el dolgozni. Milyen hangszeres? Vagy csak énekes. Dalokat is szerez, és prózában is nagyon jó. Lesz-e valamilyen lemezbemutató, vagy sorozat, vagy koncertek ebből az anyagból? Mert tudom, hogy koncertezel gitáros kollégával is, a zenekaroddal is, és tehát elég tevékeny vagy, és benne vagy a magyar jazz szénában rendesen, hál' Istennek, de hogy ezzel a projekttel lesz-e valami sorozat? Lesznek koncertek, viszont kifejezetten lemezbemutatót még nem tudtunk leszervezni, de ami késik, nem múlik, rajta vagyunk az ügyön. Most 12-én fogunk majd játszani az IF Caféban, az mondjuk egy másik felállással, az nem ez az anyag lesz, és 25-én pedig a Ferenc téren játszunk. Amúgy mi újság veled, és hogy az egyéb projektjeiddel, azt tudom, hogy most Hollandiába mész, Prágába mentek a gitárdóval, de még így beszélj egy picit magadról, hogy vagy. Még a jazz tanszakra jársz, ugye, ha jól tudom. Igen. Köszönöm szépen, jól vagyok. Most következő év lesz a Zeneakadémián is, és a konzervatóriumban is az utolsó évem, ugyanis egyszerre végzem a két iskolát, a konziban zongorát tanulok, jazz zongorát, Olá Krisztiántól és Szumó Árpádtól, és az akadémián pedig jazzének tanár szakon vagyok, jövőre csak pedagógiai tárgyaim lesznek, és most tulajdonképpen lesz egy klippem a kvintettel, illetve most ilyen alkotó időszak. Az a kvintett, amivel játszottatok a Margit szigeten? Igen. Nagyon kellemes és jó volt. Te szervezed a zenekaroknak a koncertjeit, te menedzseled is. Igen. Ezt már egyszer megkérdeztem, mikor voltál itt, hogy milyen nehézségekkel, vagy milyen sok munkával jár ez a dolog. Igen, egyébként a kvintett ezt én szoktam főleg menedzselni. Az FMR pedig mindketten Izabellával. Igen, tehát akkor valamilyen nagy lemezbemutató koncert nem lesz, de majd lesznek koncertek. Amúgy a lemez hol hallható? A lemez egyébként fizikai formátumban is megvásárolható.
Spotify-on is fönt van, ugye? Fönt van, és előbb-utóbb a YouTube-ra is felkerül a Magyar Kultúra Kiadó kiadásával. Igen, és akkor még mondjuk el azt, hogy a közeljövőben hol hallhat téged a nagy érdemű. Ez ma a legközelebbi koncertem az július 12, IF Café. Izabellával, Novák Csabával és Balog Lacival. Itt főleg standardeket fogunk játszani. Igen. Aztán 20-án a Művészetek Völgyében ott tulajdonképpen csak zongorázni fogok. Csizmár Zsolt osztálytársam nevezett egy zeneszerző versenyre, és egy melyik néma udvar film. Melyet? Azt hiszem ez a Petőfi udvar. És a Pál utcai fiúk néma filmre írt egy tehát komponált rá egy majdnem 85 perces zenét, és ott csak zongorázni fogok, úgyhogy most erre. Igen, és azt majd elfelejtettem, pedig meg akartam kérdezni, vagy megemlíteni, hogy ez egy Petőfi vers volt, ugye, amit az elején. Ez hogy jött? Hát alapból nagyon sokat merítünk a költészetből. Az előző lemezünknek a címadó száma, például a Te is tudod, az is egy Szőcs Kálmán versre íródott, és igazából szeretjük ezt, hogy versekből kihozni így a zeneileg, amit gondolunk. Lilla, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, és nagyon sok sikert kívánok neked a lemezhez, meg minden egyéb zenekarodhoz, formációhoz, meg az életben egyáltalán, jó? Tehát Olvai Lilla volt a jazz énekesnő vendégem, és köszönöm szépen. Nagyon szépen voltál. Köszönöm én is. Esik eső.